Téritibe levetkőztettek belünket, és benzines hordóba tüzet raktak, és a fehér nemű, azt bele volt olyan, akinek leégett, aztán fél, mit tudom, hogy ment. Utána mentünk Ároktőn töltöttünk egy napot, másnap mentünk tovább, de mindenütt gyalog, és zuhogó havas esőbe. Ja, közben Sajorlátra is bementünk, és ott meg előzettek bennünket, és kifaggattak, hogy mit volt a dolgunk. Hát én mondom, hogy én már tiszt, akkor főtiszt voltam már, és hát ez volt a dolgom. Kapok egy nagy, ilyen betonpincében egy nagy pofon kaptam, azt mondja, hogy háborús bűnös vagyok. Miért? Mert a vasutasok a kus kérdései voltak a háborúnak. Ha te összeresztettél volna két vonatot, akkor hős lettél volna, mert a háborút is hamarabb be tudtuk volna fejezni. Utána megyünk tovább. Balmazújvárosnál ott ilyen kilőtt T-34-es tankok voltak, igen, volt ott vagy 10 darab, igen, hát leültünk, hát már annyira fáradtak voltunk, hogy nem igaz. Ülök, oda jön hozzá egyik kilőtt tankon, oda jön hozzám egy fiatal, fekete hajó fiú, nem mondom, hogy mi volt, de nem, mindegy. Zsé volt, úgyhogy nem szívesen helytem ki a számon. És oda jön hozzám, azt mondja, egy orosz őrmesterrel, azt mondja, hogy húzom le a cipőmet. Minek? Mert kell a őrmester úrnak. Hát akkor nekem mi lesz? Azt csinálsz, amit akarsz. Onnan gyalog Debrecenig. Mezítláb, persze. Ez már december 4-én volt, havas esőbe. Ott töltöttük az éjszakát. És Debrecenbe sem kaptál cipőt? Mi? Debrecenbe cipőt nem kaptál? Hát nem is volt ott lehetőség. Hát ott ez ilyen átmerően tranzit hely volt. Igen. Onnan messze a lábbal. Másnap reggel a laktanyában felébredik egy zsolcai gyerek, 14 éves gyerek volt velem szemben a szobában, és Bandi bácsi is itt tetszik lenni, mondom, tetszik a fenét. Nézd rá, hát Bandi bácsinak csupa vér a lába. Nézek, hát nem is vettem észre, annyira beteg voltam, annyira tönkre voltam. Azt mondja a gyerek, hogy mert takaró nem volt, csak a szalmazsák. A szalmazsákot széttéptük, besavartuk a lábamat, bekötöttem felül, és úgy mentünk onnan vonattal Fogsáriba, Romániába. Ott ráfagyott a rongyar lábamra, majd megbolondultam. Ott voltunk 6 hétig karanténban, mert kiütött a tépusz, és féltek tőle. Mikor kimentünk Oroszországba, hát a bakancsot levették a lábamról, és adtak egy fatalpó, ilyen vastag fatalpó, ilyen... Kalocsnyiszerűséget. Igen, ilyen, minek mondják ezt? Nem hajlott, nem tudtam levenni, lépni. A nő volt egy ilyen raktáros, vagy nem tudom, és oda meg volt, hogy dobta, és ezt adta nekem. Hát nem tudtam benne menni. Nem hajlott meg, hát fájt a lábam teljesen. Elmentem, kerestem orvost. Ekkor jött a valami. Ő nem beszélt magyarul, én nem beszéltem oroszul, és elszólta magát az orvos németül. Rákérdeztem Sprehendida is. Hát megértettük egymást. Megsajnált,
volt és ilyen csodálatos, jószívű szesztrája. Megsajnáltak, szóltak, hogy visszaadták a pakolcsomat, haza is hoztam, feleségem tűzbe tette rögtön, hogy ne lássa többet. A figyelem rajtam maradt az orvosnak, egyik alkalommal jön, lehív a kaphoz, azt mondja, hogy ide figyelj, 25 nap múlva írt a levegőben, úgy nem mert leírni, ilyen 25 nap múlva változás lesz. Nem tudtam, mi az. Aztán hogy két hét múlva, egy szerdai napon, pillanat. Komisszió, a Paolo, a szesztra, jön egy csipetkejával, és mondja, hogy forró vízbe, és igyan meg. Mondom, minek az? Hát a csodálat, hát nem kaptunk teát soha, hogy a szíved megmúlkod. Valamennyi fogainak dupla lába volt, disztrófiás betegség, úgy kellett menni dolgozni. Először a németek által felrobbantott aknákat, meg gépeket puszoltuk, sárga bányászok voltunk két. A másik része az termelő, az fekete bánya. Úgy hívták, hogy sárga bánya, meg vizes. Fekete bánya. Igen, el is jött ez az idő, és 343-nak kolostak ki. Azt hittem, megveszek. Úgy voltam, mint most, hogy estem el út közben. Talán még az volt a szerencsé. Na, eközben történt, ami történt. Egyik éjjel, jön egy egyenruhás valaki, aki azt mondja, jöjjön velem. Éjjel egy órakor, 10-kor volt takarodó. Elvitt, világítás sehol éjjel nem volt. Elvitt egy ilyen, még tudom, ilyen helyre, hát semmi gyertyával világítottak. És elém tettek egy ív papír, hogy önéletrajzot. Megírom az önéletrajzot, felállok, hogy most már mehetek. Aztán ők egymás között, hogy mit beszéltek, azt nem tudom. De arra tették a négy orosz nyelvű, négy oldalas papírt, töltsem ki. Hát mondjam, én nem töltöm ki. Miért nem? Azért, mert én nem tudok oroszul. Intett. Hát hozzá kezdtek simogatni. Úgy, nem így. Tudom. Másképpen. Ezt 5 éjszaka megcsinálták velem. És 5 nap után benyomtak a földbe ásott bunkerba, olyan 1 méter 30 centi bánya volt, olyan nagyságú volt, hogy csak így keresztbe tudtam. De volt olyan éjszaka, hogy voltunk benne 5-en. 45. május 9-én leparancsoltak bennünket az udvarra, és külön a nőket, magyarok, egy japán volt köztünk, egy jelengyel volt, a többi székely, meg mi voltunk magyarok. Azt mondja, volt egy kollégám, az Csapon volt forgalmi szolgálattevő, tiszti iskolán együtt voltunk. A szolgálatból felvették a vonatból, eldobták a társát, a menető társát, és úgy, ahogy volt, piros sapkával kivitték. Az beszélt németül is, meg oroszul is, mert Ungváron érettségizett, és beszélte az orosz. Aztán elénekeltük a himnuszt, elénekelték mindenki a magáét, igen, és amikor vége volt az egész dolognak, akkor én nem tudom, hogy hát hogy miért, de olyan hirtelen eszembe jutott, hogy hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, örök igazságban,
hiszek, hiszek, hiszek Magyarország feltámadásában. Isten, igen, sírt mindenki, magyarok. Azt kérdezi az őr, hogy a lágerparasok Bakurától, Bakura, mi ez itt? Mosolyogva Bakura, mert tudta, hogy baj lesz belőle. Oda jött hozzám, Nefstokálnak hívták. Oda jött hozzám, az pivei nagypapan. Háborús bűnös. Még Magyarország feltámadásában, ha nem lesz Magyarország. Igen. Aztán ez a teljes dolog azután következett, és nagy nehezen hazakövetettünk.